és hát most már a Navi Fnatic mérkőzésre, ugye tényleg, ahogy te is elmondtad, hatalmas a tét, és bizonyítani kell, 120%-ot kell mindkét csapatnak nyújtania. Így van, most már él a mérkőzés, Navi vs. Fnatic, az első negyed döntő itt az ESL van kölni rendezvényén, a Cségó versenyén, és nézzük, hogyan alakul a pisztolykörünk, ami mondtam, többször is nagyon fontos, Seize megy egyébként előre ki banánban, nem látok meg nagyon senkit, dobja egybe a taktikai füstöt, és megnézze, Starix már jó helyen van. Van kapcsolva? Bocsát, mi? Esetleg, X, be van kapcsolva, igen, bekapcsolva. Jó, bocsánat. Be van kapcsolva, hogy ott van bemásarokban Seize, illetve Zeus, itt van hálószobában, és ketten is jönnek még moziba, CZ-vel akár még itt két fejest is kihozhat, ugyanis ha megnézed, itt van Krémzés! Egy fejes ott van, jön egyébként valaki alsó részbe, és ott lett a másik fejes közben egyébként Pronaxot is simán megölt fejlővéssel. Nem, Pronax választott, természetesen egybe egy fejlővés, ott a revans, és 4v4, újra a helyzet. Edward visszavonult, bár fedezhette volna a társát, mert tényleg így keresztben nézték egymást, de ő is hitelődött, úgyhogy vissza kellett, hogy zárjon. 4 HP-n van, ahogy mondod, így van. Nem, hogy hitelődött, nagyon kevés HP-ra ennek, úgyhogy ha nem vonult volna vissza, akkor valószínűleg ő is meghalt, és akkor viszont oda az ávédelem, tehát muszáj neki visszavonulni, szépen lement homokba. Pronax jön is, Pronax meg gránátja, és próbálta lekövetni Enders, de nem sikerült neki a gránátot, mondjuk mégül is látjuk a lényeget. Vezető ülésre bepattant a gránát. Kérdés, oda akarták el. Igen, oda akarták pontosan, és nem lehet így látni a házból. Kérkezik, hát Guardian van új helyen. Guardian lövi az első fejest, itt A planton, megvan Pronax neki, és Edward még 4 HP, nem tudja megölni Olaf Meister. Seize planton még benne van, megölő flashát, majd JW1-ből leszedi őt. 1v2, Starix ember hátrányban, ugyebár 2 HP-val van homokban egy ember, JW pedig benne van planton, 100% HP-val, tehát nem veszett még életpontot, ugye gödölben meg ott van egy ember, pontosan homokban, még mindig ott van 2 HP-val, nem kellene bele, csak egy töltény, egy kúszlag ő is elénegen, de egyszerűen kifogy az USPS, nincs benne elég töltény! Lefejezik végül dobozonát, Starixot, JW, a körembere, abszolút legjobbja, 3-at tudott megölni. És hiába volt ott az a 2 HP, tényleg egy rá kellett volna lehelni, gyakorlatilag jól píkeltek ki, és ketten így megcsinálták ezt csapatmunkából. Menjünk is a második körre, és ezt lehozta a Fnatic, úgyhogy azt nem érdekes vásárlások vannak itt. Láthatjuk, van 2 Galil AK, Pro 90, és hát a levágott csövű. Igen, tudom. Lefűészelt csövű, sörétes puska, így van. Sörétes puska. Meglátjuk, másik oldalon a Seize pedig egy 7-es, na hát lehet, hogy egy hasonlót szeretne alkotni, mint tegnap a Lopmeister, az tényleg nagyon brutális volt, aki velünk tartott, azt láthatta szóval élőből. Seize-t kerülek a lendületben, a 7-es egy fejes ott van, plusz 800, plusz 900 elnézést Seize-nek a számláján, hiszen egyből kapta a választ. 4v4. Ez egy B-offenzíva lesz, hogy nagyon ide jönnek B-re. És ketten van képítkezésen, ketten még már jönnek CT, nagyon gyors a CT átzárás. Pronax aztán megszerzi a kör második fregjét, majd Edward és Zeus az autópisztolyokkal ölnek. 3-at meg, már csak Olof Meister él a P90-i, hopp, most már Galiliával elnézést. Lecserélte azt és elmegy szépen ára. Elmegy ára, viszont már várni fogja valaki. Zeus van ott 12 HP-val, nem sokkal, mint bemegy új helyre, ott el is bolyhat akár, nem, lemegy homokba, arra viszont szerintem számíthat a Galiliával Olof Meister, főleg így, hogyha még mutatja is magát. Zeus, így van, ez nagyon nagy hiba volt, nem kellett volna ki oda kiállni a szobor mellé, és pontosan látta Olof Meister őt. Megvan a plant, viszont ugyebár a pisztolykör után nyelhet egy kört a Navi. A pisztolykör elbukás után nyelhet egy kört a Navi, tehát ez az agresszív vásárlás nagyon úgy be is jött, ugye a Deagle, CZ-k, illetve a Makettes nagyon jó volt, úgy néz ki ezek szerint, megy még egy flash-éken Olof Meistertől, így viszont eladta a pozícióját, tudják pontosan a CT-k, hogy hol van, és óriási fejlövés Guardiantól. A szlovák játékostól. 1-1! Lehozta a Navi az agresszív vásárlást. Van elég idő diffuse-a? Van elég idő pont diffuse-a. Jó, bőven van idő diffuse-a. Nem volt ugye a diffuse kit. Erre nem volt már pénz, de... Egy-egy, kiegyenlített, tehát a Navi. És egy nyerzbuk szituáció. Ebben viszont így... A Nauték nem... Nézzük, nincs is pénzük, bizony viszont a Navi meg is vette, amit meg kell venni. Nem még Zeusra várunk, igen, nála is van, tehát... 5 darab M4-es, abból 4 darab Silencer, másik oldalon pedig 4 darab CZ és egy P2000-es, és pont Ronex-nél van 2 darab vakító, meg egy Smoke, ott már így még visszabadult 2 ütemétől. Harmadik körben vagyunk immáron, és másfél percnél, lássuk, hogy hogy alakul a kör, mit fog meghúzni a Nauték itt támadásból, most úgy tűnik, hogy be fognak menni ára még hozzá elég erősen, mind az öten itt vannak állni, igen, és Zeus el is kezdte a gyilkolást Edwarddal kiegészülve, szép kombináció, Guardian is ott volt, és persze még Seize is besegített, gyors kör, a Navitól.
Ez a tipikus gyorsrás, berohanunk és meghalunk körülbelül, ugye ezt láthattuk most is. Tehát bementek árnyékon, pontosan palára mentek, nem is árnyékra, már palán futottak ugye be, és mindenki meghalt igazából, úgyhogy egy ember ment ranker, az azt hiszem, hogy a B-védő, vízügy, a B-védő nagy időben át tudott zárni, jött összekötőben, konnektorban, és egyből leölt a rankeres embert is, úgyhogy végül is így, tehát nagyon gyors mészállást láthattunk, és egyből átvette vezet, és a Navi, beszéltem, hogy akár 3-0 is lehet, aki megszerzi a pisztolykört, azt most nem történt meg, nincs 2-1, nem hagyta a Navi, hogy ez megtörténhessen, hogy a Natik valahogyan lehozza az első három kört. Egyből egyébként középre a füst. Edward most itt van árnyéknál. Guardian pedig palánál, tehát mindeket igazából itt védik árnyékról beérkezőket. És ott vannak már Boyless Vampronaxék. Meg is látja őket, Edward leiszed az első, de a második ott már nem tudja megszerezni. Guardian vonul kicsit visszább. Lemegy szobor mögé, szobor mellé, és nézi házak a kiáltat. Ott a gyújtógránát viszont csapattársától ott nem jönnek ki egyelőre. Szíz csökken 20 életpontra, hogy a gyors átzárás megint megtörténik. Megint itt vannak, hogy ez már B-védők is áll. Guardian van még szobor mögött, aki védi állerakót. Olofmeisterre végez először, majd végezhet a többiekkel is, és még él. Pont a 9 HP és ember nézett ki először, és Seize közben oldalba lőtte az érkezőket árnyékról, és flashával is végezhet, meg is Oli, majd még JW-t is megölheti. Óriási hiba az Fnatic-tól elnézést. Nagyon nagy hiba. Nem nézte senki lerakót, és közben a három embert le tudott volna majdnem szedni, Seize csak 2 végzett végül, és JW pedig eljátszott, mint a B-re ment volna, de pedig itt van Ahn. Itt van Ahn, és ugye árnyékban van egy ember, könyvtárban pedig szerintem már látják a fegyvernek a végét, mintha látnák ezt már, nem? Seize, de az a hármas játékos. Nem, a Starix, igen, itt van Seize, és Seize pont a házat tart igazából, úgyhogy onnan kijön valaki, akkor szerintem egy meg, hogy a 21 életpontja van, csak JW-nek 21 HP-ja, úgyhogy azzal nem fog itt. Látja, bizony. Így van, de végül Guardian-ja lesz a kill. Úgyhogy Seize ezt most megmentette a Navinak ezt a kört. Ugye itt volt Seize, és innen mindenkit látott, ugye, akik ott itt átfutottak, és mindenki Guardian nagyon szépen terelt, úgymond. Ugye Guardian lelőtte az első embert a házban, és mindenki Guardianra figyelt, hogy Guardian lőtte folyamatosan mind a két helyet, mind a két oldal szobor bal és jobb oldalán is folyamatosan ott járkált, és igen, így elvonta a figyelmet. Nem csak, hogy elmondta, pontosan jól mondta, de ugye ez kellett egy Seize is, aki aztán két killel oldalba is kapta. Terroristákat, és most nézzük, igen, a terroristákat, és pedig mennek egy banárás, látni, és Seize-del néznek megint csak szembe. Lássuk, hogy végzik-e következetesen a támadást, vagy valamiféle csellel megfordítják, és visszavihetik-e ára. Egyelőre beszorultak mind az öten, Rothmeister és Pronex, némileg lehitelve 37, illetve 75 életponttal, HP-val, Seize kiopta vakítóját, és ketten védik jelenleg B-t, és nem akar átzárni. A Navi több játékos a Seize, elkezdte a gyilkolást. Starix duplán! Ott lett a harmadik, és Starixnak megvan, és a negyedik! Starix! Gyönyörű! Jól összehozták ezt Seize-del. Hogy megvédték azt a B-t? Berohanás, tipikus berohanás és meghalás, ugye ez a rush megint, pisztolyokkal próbálkozott, bementek a füstbe, és onnantól kezdve nem volt esély. Ugye amikor füstben van az ember, ugye hamarabb látszódik meg a CT-k számára a terrorista, mint a terroristák a CT-k, tehát ugye a füst miatt. És ezt láthattuk is most, hogy a Navi játékos teljesen résen voltak, tudták, hogy jöhetnek, és be is jöttek most a terroristák, és így szépen lehozták ezt a kört. Guardian dobja a heget rámpára, visszapattan házfalára, így senkit nem talál, egyébként amúgy veszélyes lehetett volna egy terroristára. JW most kezébe vette az AWP-t, ugye újabb vásáros kör a Fnatic-tól, előbb nem vettek semmit, csak pisztolyaik voltak, ugye szerintem 5-9 mis glock volt mindenkinél, úgyhogy bőven van most pénzük, bőven volt most pénzük, egy AWP-t is megvásároltak, és flashak közben 14 HP, már füstön át, Starix sorozza itt a füstön, előbb is a füstön át majdnem megölt, majdnem észelt, ugye 4-et ölt előbb Starix, és most is majdnem ővé lett az entry. Edward közben homokban, illetve Guardian is, mind a kettő AV-védő igazából homokban van, a harmadik AV-védőnk is van, ő pedig nem más, mint Zeus, aki pedig ilyenkor mindig átvált valahova a kamera, hogyha elváltom a másik kameráról. Ugye Zeus pedig itt van, és el is füstök, és konnektorfnak átmenni lehet B-re, Zeus már egybe átment oda, viszont senki nem jött itt át, szomorúan fel tapasztalni, senki nem jött itt, majd csak most jönne majd Pronax, most jön Pronax, pont amikor itt lesz is. És ahogy látom, 36 HP van már csak, és Zeus nagyon könnyen megöli őt, nagyon könnyű prédává vált, áldozattá vált Pronax. 4v5 szituációban már benn vannak házunk közben, a terroristák is jönnek be. Crimson, aki először érkezik, Guardiant látja meg planton, lesz is fejezi Guardiant. Ott van viszont még két ember, hopp, Edward is egyből kap egy fejest, nagyon gyorsan meg is hal planton. 3v3, ritték szituáció, ez hamarosan nem nincs még a bomba. Zeus védi a bombát, óriási taktikai vagy óriási előny most így a Navinak ez, hogy megvan nekik a bomba. Csak egy helyen kell lenni, be kell védeni, de nem tudja, mert Crimson szerint megállíthatatlan. 4-et tudott megölni ebben a körben, többet nem. Seize megöli őt, 9 másodperc.
És lement a bomba alapra, pontosan tudja Seeds, hogy hol a bomba, pontosan tudja, hol van az ember, nem mehetett itt át, még a füst kimegy ugyan. De a füst jobb, most Seedsnek a helyzete, viszont ki is használja ezt. Azt hittem, hogy Olofmeister látja ott a sarokban, hogy ott volt Seeds, de pont nem látta, és Seedsnek szerintem pont látta, hogy ott kiérkezett. Igen, tehát Seeds volt akkor viszont jobb helyzetben, a füst nem volt elég jó, vagy az elgondolás, le kellett inkább menni homokba, és homokba kellett volna ezt védeni. Erre már nem kapunk választ. Vims bosszankodhat, hiszen, ahogy említetted, 4 kilt is magáénak tudhatott. Egyik az elég gyorsan, akár éjszituációba is kerülhetett volna, hogy leésszel, de végül nem történt ez meg. Seeds lehozta Olofmeister ellen az előző kört. Most viszont 7. körben járunk, és hamarosan azt gondolom, hogy a Fnaticnak ideje lenne kört hoznia. Hogy fel tudjanak zárkózni a Navihoz, és ne legyen túl nagy a különbség idővel. Persze azért még bőven nagyon az elején járunk, csak most hagytuk el a játéknak, ugye a játék idejének az 1/5-ét. Pontos, hogy a 7. körben, amikor 6 kört elhagytunk, úgyhogy az 1/5-ét. Lényes, Flusa kezdi, fregelész, Tarix pedig válaszol egyből az utáltársáért. Ugye 3-an voltak Bane, 3 Bane is volt Bane, úgyhogy egyből realizálta ezt a Fnatic, és egyből átjöttek ára. Jó a füst egyébként Boiler kiáratához, de viszont valaki sorozza a füstöt, és nézd meg mindenkit! Úristen, mindenki ott kevés HP-n van, Edward! Leöli végül Pronox, aki 11 HP-n volt Zeusnak köszönhetően, Zeus résen volt, és egyszerűen sorozta csak a füstöt, és eltalált egyből 2 ember, egyiket lenullozta, második fél HP-re csökkentette. 4v3, ugye megint ember hátra, nem egyből a Fnatic, és egyetlen egy emberük van már csak Bane, talán szerintem az Guardian lesz az AWP, nem Guardian meghalt az AWP-vel elnézést, akkor valószínű, hogy Starix lesz, ugyanis van egy AWP nála, így van, Starixnál volt az AWP, és még van, volt, most már helyes volt az a volt kifejezés, ugyanis már meg is halt az AWP-vel, JW ölte őt meg, 3v3, jó a gyújtógránát, nem tudnak fölmenni így plantra a terülések, szóval nincsen több füstjük, először meghal Seeds, érkezik Krimz az előző körnek a... már nem érkezik sehova, Edward öli őt meg, és már csak Olofmeister van életben. Olofmeister Edwarddal szemben, Edward egyszerűen megállítottan ebben a körben, 3-at ölt. Együtt ugye Boilernél, lenullozott, majd csapattársa megölte őt, és minden killhez köze volt Edwardnak. Szerintem kapott is minden körét asszisztot. Mennyi néz, oda néz. 10-2. 10-2 van, és nem csak a fregély száma az, ami ezt bizonyítja, hanem tényleg egyvégyeket nagyon jó meg tudta oldani eddig. Hát konkrétan csak egy darab ilyen szituációba került, de az bőven elég volt. Körértékű volt ez a frag, az egy darab frag. Na, lássuk, hogy néz elébe a 8. körnek Nautilus Vincere, illetve az Fnatic. Fnatic, bocsánat, ötöse. 5 AK-n most ezúttal a Fnaticnál, amivel esetleg valamit lehet most lenni, hiszen Guardiannek a füstje. Aszta! Tökéletes volt ez a füst Guardian számára, a JW-t lövi el füstön át. Megint ott az entry a Navi számára. Edward el lesz most feleselve, de így is! Megszerzi a második killt a körben, majd Krimz válaszol Guardian megölésével, de Zeus már közben átért Rankerről, de ő is tud hozzászólni ehhez most. És ő is meghal, 3v3, megy le a bomba, visszafoglalási helyzet ilyen gyorsan, 1 percnél. 35 másodperc, amíg hátra robbanásik, Edward van álházban, Promax len van a homokban, nagyon jó helyzetben most a Fnatic, akár meg lehet most a második körük is, ami még nem késő. Köröket szerez most a terrorista oldalon, főleg nem késő. Ugye 6 kör, 5 kör is már elég. Infernon 5, május 5 szám, hogyha már megvan, akkor meg lehet a másik fél idő. Starix folytatja a frege, és Edward kigrált a Pronoxot, már csak Krimz van elől. Krimz nem tudja megölni Starixot, óriási most végül is ugye a terroristáktól, nem tudták bevédeni a bombát. Ugye valakit kigrált a gödörben, nagyon szép volt, 2 heg ment rá, ugye egy ment házból, ugye házasember kidobta a heget, utána kirohant, meghalt, és közben csapattársa oldalról dobott még egy heget, és ugye a gödörben lévő, vagy a homokban lévő ember meghalt. Tehát plantra bementek, és mind a 2 játékosra végeztek. Nagyon szép visszafoglalási helyzet, nagyon szép visszafoglalás a Navitól, az ukrán csapattól. Gyorsan visszazárták, és talán ebben rejlik az ő sikerük is, hogy nagyon említette, nagyon gyorsan retake, visszafoglalás. Tehát közel kerül igen Fnatic ahhoz, hogy letegye, nem csak hogy közel le is tettek már többször is, de valamiért a Nautilus Vincere mindig gyorsan visszér, és gyorsan el tudják szedni a bombát. Na jó, hát Guardian ismét kinézett, de ezt nem volt a füstök is, egy bizony egy banán rush lesz, most már gyorsabban jön Prolex, és Guardian szíszeri egyelőre őket. JW pedig bejutott már, ott az a gyújtógránát, de kioltják a füsttel, és füstön keresztül Zeus kikapja nagyon gyorsan JW-t. Mi lesz még itt? Le fogja tudni tenni megint a Fnatic a bombát, eddig már ez többször is sikerült nekik, ami pénzügyileg nagyon jó, azt a Krimz! Smoke-on! Gyönyörű ismét, bizonyít a srác, megy most vissza a heg. Cserélik az itemeket rá, ugye pont az előbb dobtak egyet, le is hitelte 60 HP-ra. Annyira nem volt halálos, de éppen eléggé
Na, és akkor a bomba. Fog tenni, most leteszi. Ez jó. A füst jó, Edward nem tudja, hogy merre kéne azt a bombát lőni, és Guardian viszont már ott van előtte. Crimson Guardian, természetesen Guardian az AWP-vel, Edward! És Guardian, Olofmeister, Olofmeister pedig... rossz irányba nézett. Hátul maradt Edward. Azt gondolta szerintem, hogy Edward már bement. Nem, a friss kit akarta. Beflesselte, és saját magát is beflesselte igazából. Ment előre, és ott volt végig kék kamion, és beleolt a CT a kamionba, vagy fogalmam sincs. Tehát beleolt a színe, vagy egyszerűen nem vette észre a füstben. A friss a felét letakarta a kamionnak, és azt gondolta, hogy ez a kamion, és be akart már építkezésre kerülni. Jó, de megint nem volt viszont a bomba, hogy nagyon szoros ezek a körök, de még sincsenek meg a fatiknek. Jó, csinálj, megcsinálj egyébként a fanatit, tehát bemennek, leteszik, valamiért a bevédése már annyira nem sikeres. Jó, most is azért, hogy tették le a bombát, 2v4-ben tudták lerakni végül a bombát, azt hiszem. Tehát ugye az a füstönát, az a fejes Crimson-től zeniális volt, tehát nagyon, nagyon szép. Egyébként Zeus is érzi most a füstönát való fregelést. Tehát előbb ugye Boiler-nél nullázott a kettő embert, majd ő élet most az entry az előbb van ámba. Nem entry, de ugye B-t, ő ölte meg az első terrorist, aki ugye fölment plantra. Tehát füstönát szépen kizett egy embert. Zeus is érzi most igazából, meg Crimson is a füstön át való fregelést. A bomba most Crimson-nél van. És ahogy látom, hogy Boilerben fontos majd most a terroristák, Guardian van egyébként Rankeren, illetve homokban van len Edward. Zeus pedig itt van füst mögött, ha Zeus szemszögébe vagy környezetébe füst kerül, ott már baj van. Ugyanis akár meg is ölhet őket, viszont Seize lesz most elflash-elve, de flash után rohannak be lehet négymásra, és most kijön, hátba jön Seize, egy ember be tud ölni, egy nagyon szép fejes JW-val, és között Zeus elő hátba az embereket, és jön Guardian a AWP-vel, majd Edward jön megint ki, kettőt meg tud így ölni, 1v3, már megint clutch helyzet alakul ki, flashának kéne most 1v3-mal lehozni a kört. Megszedte a bombát, de többet nem, Edward mindenhol ott van, Edward 3-at ölt ebben a körben is. Nagyon jól játszik a Navi. Nagyon jól játszik a Navi, és nem csak, hogy remekül adja most nekik tényleg ezek a füstön falon át lövések, hanem én azt láttam tegnapi napból kiindulva, hogy ez egy teljesen más Navi. Valahogy kipihenték a tegnapi fáradalmaikat, ha voltak egyáltalán, és nagyon egyértelműen játszanak. Ezt mindig én ezeket a kijelentéseket, hogy határozott és egyértelmű, úgy értem, hogy nagyon meggyőző, és tudják, hogy mit akarnak, és következetesen végig is viszik. Így játszik most a Navi. Így van, flashai közben az entry frag, egyet meg tudom, hogy a másik már nem sikerült, viszont Stalix is 36 életpontra került. Ott van Guardian az AWP, aki Rankert néz megint, és Edward pedig házban van, és pont házba jött a bomba, leesett terkéről. Ezt újra meg fogja próbálni, megpróbál megint fölmenni majd moziba a Fnatic játékosa. Ugyanis a bombát hiszem megint a házba szeretnék vinni. Jó a füst közben egyébként, illetve gyújtógránát is középen, úgyhogy közében nem tud bemenni. És Rozák hálózmának az ajtát, ott nincsen senki. Edward viszont hallja a lépteket, hogy itt jönnek házban. Zeusnak szól is, hogy Zeus ne árnyékot nézd! Gyere vissza, inkább háza nézzél, te is ugyanis háza tartsa, inkább lehet, hogy nagyon több ember megosztják így. Viszont Zeus nézi majd házat szépen plantról, lerakóról. Kit mondtam más nevet? Edward pedig homokban van lent. Én segít a füst, és mit füstnek a pontnak, amit térképtől? A Stalix ott van könyvtárban, hogy hárman védhetik át, és mindjárt meg fog indulni a rush, bizony nem pont erkélyről, de házból érkezik, meghal Zeus! Stalix az egyetlen is... és Edward, akik még útjukat állhatják, de a bomba megint le fog kerülni, azt gondolom, mert még bement ez a heg. JW közben megölt a kerülő Guardian, már csak Edward van itt planton, 1v4, 3 stats van, visszafoglási helyzetben Edward! Hiába, gyakorlatilag három puskacsővel kellett szembenéznie, mert mind a háromben voltak ugye Sighton és... Három fejes! Volt már ilyenre példa, tehát három emberre kezdve, semmi probléma, három fejes, de nem, Edward nem tudta ezúttal meghúzni ezt a taktikai lépést, úgymond ezt, és így 9-2. Ez inkább clutch helyzet lett volna, tehát egy... Hát mondom, hogy clutch helyzet, igen, az teljes mértékben az volt, hogy egyedül kellett volna megnyerni a kört, nem sikerült ez most. De bőven van pénz a Fnaticnek, ugye nagyon sok kört nyertek, bőven volt a kör előtt, most már ugye kicsit lejjebb mentek az összegek, de még mindig lesz nem következő kör, és véletlenül ezt elveszítik, akkor még következő körben is tudnak majd venni fegyvereket, tehát semmiféle pénzügyi problémákkal nem küzdenek. És Edward most egyébként bejött hálószobába, itt van bent, el lesz flash-elve, Zeuszi az első kill, majd Edward kerül 49 életpontra és rohan el. Meg volt az entry, nagyon szép entry volt, így vissza is vonult szépen a... Így van, ez nagyon szép, de egyébként ugye megvan az első ölés számukra, igazából jöntök ezzel 54-ben védekeznek, ami nem esik el egy emberük se, addig simán visszavonulhatnak, lerakókra visszavonulhatnak, hogy a két bombsite-ra ugyanis csak védeni kell azokat most már emberölénybe vannak, nem nagyon kell azzal foglalkozni, hova kéne kitörni, hova kéne berohanni és megölni egy embert, hova kéne berobbanni úgymond és megölni egy embert.
Krims közben egyébként, ugye volt már több körös, amikor Krims egyszerűen olyan frageket lőtt, mint ugye egy V4-t, tehát vagy az a füstön átvaló fejes, amit ugye többször kellene, és Zeus-t találja most szemben magát a füstön át, most nagyon érzi, hogy pontosan hol lettek az emberek, egy gránátot kapott éppen Krims, 27 HP-ra csökkent így, Edward pedig van planton a fönti részen, Zeus-t fejezi le Krims, erről beszéltem, ilyen fontos frageket tudsz szerezni, és nincs akkor már egyébként benne, talán megint Edward volt az? Edward fönn van a plannak a boltívjén ott benne a kapunak a tetején, és a bomba közöként ára megy, vagy B-re megy, úgyhogy nem lesz akcióban talán Edward. Guardian különközben Krimszet, aki ám volt, Stalix közben már Bane szeretne ölni, de nem tud senkit, Seize soroz a grillt, ha nem tudja leszedni a bombás embert. Éppen időben megy le 8 másodpercnél a bomba, 3v3 szituációban jön a visszafoglás megint. Vajon most sikerül-e ez a kérdés? És 3v3, ugye 5v4-ből indult az egész, és Krims fejesi velet 4v4, és most már 3v3, tehát nagyon jól történtek a revenge, bosszú ölések, bosszú fregek, és 3v3-ból Seize van, és Edward lehitelve, Pronex is, hogyha kicsit meg is szerzi JWE Edward dökciduláját, ott jön Seize, és Guardian két old, ugyanarra az oldalról, meghal Guardian, JWE harmadik fregét szerezheti meg, de inkább emlekül kevés az életpontja, szedni kell, azt már felrobban. Azt már nem kell szedni, azt hittem ezt mondod. Szedni kell, azt már nem kell szedni, felrobban. 9-3. Hát próbálkozott azért még. Na, Fnatic, azért jó volt ez a kör, egyértelműen kicselezték rendesen a Navit. Így van, ahogy mondom, rendesen kicselezték, és nagyon szép játék volt tőlük. Ugye elhitették azt, hogy ára mennek a házas támadásokkal. Így az A védők, mindenki át három védő is ott maradt án. Ugye egyik fönn volt planton, a másik gödörben, a harmadik pedig szintén plant előtt mászkált. Igazából nem rankeren, meg nem könyvtávon, kicsit közel, könnyebb átérni B-re, hanem kicsit távolabb voltak most. Jó, nem annyira sokkal, de mondjuk az is egy 3 másodperc, vagy 4 másodperc. Ami ilyenkor nagyon fontos. Az átzárási idő. Nagyon agresszen fogja megint a Navi banánt, ha lát, amint láthatod, ott van a füst, és egyszerűen nem tudnak így bejönni ide a hatik játékos, és nem tudnak beentrizni. Még egy füst kimegy, viszont egy, ez az a probléma, tehát most vázoltam ezt, ez az a probléma, hogy most eldobják mind a kettő füstüket, tehát későbbiekben mondjuk egy fél percnél már könnyebb bemenni B-re, ugyanis nem lesz már füst, viszont közben Edward kerülhetett volna entry helyzetbe, de nem tudta leölni az embert, így viszont nincs meg az első és a Navi számára. Edward dobta el az N4-es, ugyanis de nincsen pénz. Guardiannak csak egy pisztolya volt, egy P250-je, de mivel Edward 12 HP-re csökkent, így inkább odaadta a fegyvert annak a játékosnak, akinek van élete, akinek esetleg több esélye lehet ölni ebben a körben. Fegyverrel. Igen, néztem is, hogy... És megint ki nézek, hol van megint fönn Edward? Edward megint fönn van, akint vannak a tetején, onnan esetleg majd akció lenne, egy pisztolyal is akár. Így is van egy óriási fejes Pronoxra, erről beszéltem, nem tudják még mindig, hogy honnan lő Edward. Most le is ugrott egyébként annak fönti részről, Olof Meister már duplánál tart, akár meg lehetek a harmadik, és Edward duplázik, Edward! Majdnem meglettek a harmadik is, 2v2 szituáció, duplázott Edward végül. Megvolt, igen, a harmadik, meg én azt gondolom, hogy meg lehet a triple is, és most van Seize és Starix, JW Flusha ellen. Seize-re elég lenne egy hegés, de nincs most náluk kösmé, akkor itt nagyon szép Starix, megvan az a head, és mehetne a fake, akár kiugrasszák Flushát. Igen, pont ez történik. Flushának pedig mennie kell, hogyha esetleg nem veszi be ezt a cselet. Most viszont tudja, hogy szedik, és le fogja lőni Seize-et, előtte még viszont a Starix-ot. Flint, gyönyörű 1v2! Flusha! Na ezek azok a körök, két frag, egy kör. Tökéletes. Nagyon szép védekezés volt egyébként, azt meg kell mondani, nagyon szép védekezés volt a Navitól. Tehát az tagadhatatlan, ugye Edward a pisztolyal ölt meg kettőt. Többiek nem tudom mit csináltak igazán. Jó, hát mondjuk Olof Meister berobbant, kijött A-házból, leugrott időbe, kettő embert megölt, tehát az esélyük nem volt a Navinak, de a Navi játékosok Olof Meister egyszer berobbant. Rampage-elt. Így van, és ugye pedig a Edward pedig fölmúlt a planton, ezeknek a boltíveken, vagy nem tudom ezt minek hívják, inkább boltív mondjuk, úgyhogy itt a planton itt a kapunak a tetején. És ugye innen védekezett, és egyet ugye meg tudott ölni, aki hirtelen bejött, utána leugrott, majd a másod is megölt, így igazából Edward kihozta maximumot ebbe a körbe, és mégsem lett meg a kör győzelem. Ugye ezt a játékot nem fregre, hanem körre játszik, hiába ölt meg kettőt, nincs meg a kör a Navi számára. 14. kör viszont utolsó fél idő, első fél idő, utolsó előtti köre. És egy furcsa vásárlás a Navitól, ugye Seize-nél van egy Mach 7-es, többieknél viszont CZ-k, illetve Guardiannél egy P2000-es. Hát nekik egyértelműen még Edwardnál egy kis kevó, hát nem volt pénzük, kövi körbe lehet esetleg, és akkor már vásárlós körnek néznek elébe. De lássuk, hogy nézzük csak Zeus-t. Megölheti Pronex-et, nem, nagy hiba, és ezzel viszont Olof Meister kivégezte őt, ő nem bocsájt meg ilyen bűnöket, sőt, inkább örült neki. Nagyot hibázott Zeus, ugye, és most megy, és tovább fogja folytatni JWV, amit elkezdett a társa, illetve Flusha is. Fregel, Seize és Guardian hullik el, Starix, Edward egyedül, Starix-szal szemben, mit tud tenni Starix? Egy! És nincs tovább,
Edward viszont ott van házban. Erre mennyire számíthatna a Fnatic játékosai? Ott egy hit, és így viszont már... Eladta a pozícióját, eladta a pozíciót ezzel a helyzetben. Beleült az egyik első játékos, amit meglátott. Ugye olyan helyzetben volt Edward, hogy muszáj volt rálőnie. Tehát hogyha nem lő rá, akkor egyből meghal. Igazából tehát így is megpróbált még egy-két legalább elvinni. Kinézett, és ott volt vele szemben egy játékos. Kettőször eltállta a CZ-re. Promax egyébként pont, akit ugye az elején fejbe lőtte egyik C-t, talán Edward, nem Zeus lőtte fejbe ugye Pronax, amikor kiment oda RK-re moziban, de így is hiába találta a CZ-be kétszer, azt hiszem 5 HP vagy 9 HP-val megúszta végül Pronax a kör. És 7-1-ről, 9-5, és meg lehet talán a hatodik köre is a Fnaticnak, így! Viszont érkezett nagyon gyorsan a Revenge Kill Seize-től. Na lássuk, hogy alakul az utolsó köre ennek az oldalnak. Aztán ugye sidefordulban kíváncsi vagyok, hogy a Navi mit fog meghúzni T-ben. Igazából megvan a mágikus ötös szám, amiről beszéltem ugye már korábban, meg amit szoktam által beszélni, mágikus ötös szám ott van. 5 kör megvan a Fnaticnál az eredményjelzés, és ez meg kör megvan, az csak egyszerűen tényleg öröm. Tehát nekik ez egy kör, már csak viszont Guardian került jobb pozíció, hogy Guardian nincsen AWP-je. Hoppá, így viszont nem kerül jobb pozíció, azt hiszem, hogy AWP-vel nézi, mert akkor tényleg jobb pozíció lett volna, de így végül is J-ből, hogy az egyszerűen nagyon gyorsan végez vele. A hatodik köre is meg lehet. Fnaticnak, sőt, amit valószínű, ha Edward nem tudja lefészelni, Orozmeister duple, Jézusom ez a srác megint! Milyen fontos ölések ezek, Seize érkezik kerülőből, Vince pedig megállítja 9-6-7-1-ről. Gyakorlatilag 5 kört hazott Zsinórban a Fnatic. Igen, talán, talán volt megszakította ezt a Navi egy vagy egy körrel, de ez nagyon gyönyörű volt. Jó, jó kis comeback, igen, a comeback is real, hát ez szó szerint igaz volt most. Inkább azt hiszem, mi ez az ikon, vagy a Dreamhack helyezés, az a kis ikonot, nem tudom, hogy Natiknál látod azt a kis... Igen, Dreamhack 2013 bajnokkal ráadásul, ugye? Tehát ezt hol látod, hogy ezt hogy van kiírva ezt? Rá van írva? És rá van írva, így a... És te azt látod, hogy mi van rá írva? Logó felett. Oké, nem szóltam. Arra kicsi, arra nagyon kicsire? Aha. Mert honnan olvasod a Dreamhack-et azt? Hát a logó felett van fehérem. Ja, oké, okay, a Dreamhack, Dreamhack, okay, Dreamhack Winter, akkor valószínűleg, nem tudom melyik lehet az. 2010-ben akkor Dreamhack Winter valószínűleg, igen. Valószínűleg Winter lehetett az, amikor ugye a Fnatic aztán második helyzet lett, a Nippel játszott és a Nipp végül megnyerte. Bábes vagyok most hirtelen biztos. Még megyek rá Edward nevére, nem tudom. Hogy bentem rá. Ja, mert ugye rajta volt a Endesnek a egere, és megnyomtam az Entert, és akkor így hirtelen behozta, pedig nem is az énekre nem volt ott, de mindegy. 48 másodperc. Ugye ilyenkor van egy 1 perc, 45 másodperc, aki szünet, hogy mindenki a csapat az összetegye gondolatát a második félre. Így van egy korty vizet, tudod, tényleg olyan szerintem, amit tényleg lehet kell is, bár valamilyen helyzet viszont nem nagyon jó. Tehát mondjuk egy 14-1-es félút után, tehát ez a 2 perc, ez gyilkos volt körülbelül a Titan számára. Mondjuk 2 percig azt kellett, azon kellett járni, hogyan nyehetik meg a pisztolykört, hogyan hozhatják el az első kört, ugye ez nem lett meg nekik. Kizökkentek lehet a játékból, hogy éppen nem. Most hát elsőt ott a Fnatic a Dreamhack Winteren. Akkor nem nyert a Nip, akkor nem nyert a Nip ezek szerint. Tehát akkor a Nip az második lett. Gondolom én, és én úgy emlékeztem, hogy a Nip nagyon, Nip mintha ott lett volna. Úgyhogy, tehát akkor Fnatic az első helyen végzett a Dreamhack Winteren, és akkor azért van ott nekik az a kis négyzetük, talán, hogy kicsit elfogadjuk. Nem, ez egy rombusz lenne szerintem inkább. Na mindegy, nem menjünk be a matematikai, geometriai dolgokba, ugyanis meg elkezdik a második félidő 9-6-nál, Navi versus Fnatic. Második félidő, a helyszín a pokol kapuja, Inferno, és meglátjuk, hogyan alakul a pisztolykör, Robi. Nagyon kíváncsi leszek, mert mondjuk a Fnatic le tudná húzni ezt a pisztolykört, mikor az a 3 pisztolykört, és nem ez a 2-1-es eloszlás lenne a Navi javára, mint előbb, akkor azzal ki is egyenlít. Ki is egyenlítenek, és nagy veszélybe sodorják a Navit. Viszont ellenkező esetben még lehet valami szansa a Navinak arra, hogy megnyerjék ezt a mapot, annak ellenére, hogy itt a végét eléggé elrontották. Amennyire jól kezdtek, olyan rosszul fejezték be az előző side-ot. Viszont úgy látszik, hogy banánból fognak megindulni a Navi játékosai. Creams van először, velük fog találkozni. Creamsnek megvan az első helye, fejes Edward szemében a második is. Egy csapat segített. Egy csapat kill is, vagy egy team kill is, ugyebár Starix ölte a csapattársát. Abban a nagy tömegberolás, ugye mink öten mentek egyszer, és nem látták az embert, és inkább megölte a saját csapattársát. Nagyjából lehet, ez azért még a legjobb a külső előfordul. Viszont ezzel most a Fnatic visszajött 9-9-re. Ezzel a körgyőzelemmel. Döntet lehet újra az állás, és láthatjuk egyébként tök jó negyed döntőből az első. Nem jó viszont, mert az kéne lenni egy 1-3 map, de mindegy. Így is elfogadjuk, azért nem rossz az a kiírás egyébként, amit ott kiírt. De nem meccs, hanem map. Tehát pálya, hogy az első pálya a háromból.
Ugye még minimum lesz még egy pálya, hogy ezt elveszíti, még nem esik ki egyből, meg nem nyer még egyből a másik, hanem még van minimum egy pálya. Ugye ez a pálya a Fnaticnak a pályája, tehát ne felejtsük el, hogy a Navi ezen a pályán egy nagyon jó vezeti a ellenfél pályáját. Tehát igazából nincs nagy probléma számukra. Bár igen, CT oldalról, inkább CT oldalon favorizált ez a pálya, úgyhogy lehetséges, hogy ez a 9 hit lassan meg fog fordulni, vagy gyorsan meg fog fordulni. Az eredmény ezzel meglátjuk. Pisztolyokkal törnek be, 9 millis blokkokkal ára a Navi játékosai. Flash-a kezdi a fegyet, az MP7-essel begyűjt két freget, plusz 1200 dollár így már a számlán, bocsánat, plusz 1800, még ilyet meg tudott tölni. Flash-a szerzett egy kis pénzt a számlájára. Így van, Flash-a meg is láthatjuk is, ha esetleg nyomodata volt. Igen, 5300-a van. 5000, így már tudni lehet vásárolni. Esetleg nagyon szeretném még már egy AVP-vel is, AVP-t is tudtam vásárolni, de nem probléma, hát még lesz arra idő. Bőven. A Vitor pedig, hát Galil, illetve AK, két-három a Galil, két AK, két kis kevó, három nagy kevó és hát három füst. Erre futottam most Navinak. 9-8-nál a Fnatic feltolja közepet, méghozzá Creams és GW, és meg is szerzik egyből Seized. Tudnak szó, ugye ketten kombinációban megölték őt. Négy Navi játékosa mit tett, most ők szorultak vissza egyfajta védekez pozícióba azzal, hogy kitámadtak a CT-k. Amint látjuk, tényleg erről van szó. Nem visszaszorultak, de ez csak jó Fnaticnak, tehát az idő ilyenkor nekik kedves, hiszen ők védik a bombát, a Navinak kell jönnie. És ember hátrányból kell támadni a Navinak, ne lássuk, hogy merre mennek, mert most megint csak védekező játékosokat mutat a kamera, de középen van most már Edward, Zeus, illetve Guardian is. Ketten Zeus és Guardian is le vannak hitelve, nem is kicsit, hanem nagyon. Úgyhogy meglátjuk, mit tudnak kezdeni majd ebben a szituációban egyelőre. Guardian az, aki nézi, kerülök, és nem teszi azt olyan rosszul, mert Olof Meister és Grimms is ott van, és az előbbi temperamentumos játékból, amit mutattak, nem lehetetlen, hogy felkerülnek, de nem. Visszaforítják, és jön, Krusa már infózik is, hogy itt viszont baj lesz, és vissza is zár könyvtár felé, és látta Zeus-t is, ott ért Edwardot, megölti Edward közben megölte Olof Meistert, aki ott a Zeus-a végzett, és végez Krusával is, bemehetnek B-re. Egyedül Creams az, aki útjukat állhatja, és már zár is vissza. JW, Edward pedig nagyon jó helyen van, de ezt nagyjából számíthatott erre, JW de nem tudta lefészelni Edwardot. Edward lehet a körembere, aki megfordítja 3 HP-val. És csak hogy megfordítják, de meg is nyerhették. Creams még mindig vár építkezésnél. Hát bejön valaki, és le tudja lőni esetleg Edward 3 HP-val, de nem, ő itt lesz jobb oldalt. Pronexnek meg is ölte őt, könnyű frag volt. Creams oldalba lövi! Starix-t is, Guardian maradt egyedül, aki még előtte Pronex elégzett, 1v1, Guardian vagy Creams, Guardian vagy Creams is, Guardian! Egy fejessel, nemcsak hogy megmenti, lehozza a kört. Gyönyörű játék volt a Naviton, ezt viszont nagyon szépen megoldották, hátrányból. És nemcsak hogy ember hátrányból, de tényleg felszerelés, Kevlar hátrány. Hát ugyebár Pistol Cup megnyerte a Fnatic, utána a másik követ MP7-et P90-t, és nem számított erre, hogy a Navi viszont megveszi Galilokat Kevlarral. Ugye nem rakták le a bombát egyik körben se. Nem rakták le, mind a kettőben ugye meghaltak. És nem számítottak erre, megveszik a fegyvereket. És megvették Kevlar, és a P90-en Kevlar ellen, meg a MP7 nem olyan hasznos, úgyhogy mint láthatok, nem is jött össze a körgyőzelem. Meglepetésszerűen nyerte meg ezt a kört elég a Navi, tehát rajtütöttek eléggé szerintem most így a Fnaticon ezzel, hogy Galilokkal érkeztek meg, és P90 igazából hiába most az embert, nem bírta megöl, nem tudok én most pont a P90-es ölt el, mert most nem emlékszem ki hirtelen, de MP7-tel biztosan nem ölt senki Ranken, ugye Ranken át is engedték a terülésre, az MP7-es nagyon gyorsan haszontalan fegyveré várt úgymond, tehát használhatatlan fegyver, inkább így fogalmazom meg, a Kevlar ellen. Hárman van, akik megint banánban, Seize, Zeus, Guardian megy banánban, Edward kisközépen, Starix pedig megy vissza a T-kezdet, igazából megint egy B-támadás, ez jó a Molotov Krimzve, nagyon szép Molotov az egyes mögé, Olof Meisterben van a szökőkútban, illetve Flash-a pedig CT kezdőnél, ott az első fejes, ott a második is, Olof Meister és Krimz, a két autópisztolyos lehoz, megöl kettő embert, lehozhatja akár így a kört, a Fnatic Echo körben 5, bocsánat, 4 CZ, illetve egy 5-7, nézd JW pozíciát, nem ad esélyt a terroristáknak kerülni, nézd, mert JW itt van bent templomnál, megöl egyet, majd a bombást is megöli! Ez értetlen! CZ-vel! Pisztolyos CZ körben lehozza, de és nem csak hogy lehozza, hanem mennyire magabiztosan, tényleg. Jól elbújtak szökőkútnál, ugye Olof Meisterék. És GWV is jól helyezkedett, tényleg. Nagyon meglép. Most egyébként egymást lepegetik. És nyerték-bukták szituáció a Navinál. Tehát megnyerték ugye a kört,
szépen bevásároltak full set, molotov, minden, és ránézünk a pénzekre, nincs egyszerűen fegyverre pénz, agresszív vásárlás, viszont közben van egy Galil Edvárnál, illetve van ott még, ha jól láttam, CZ-k is, illetve egy Deagle is, úgyhogy ez megvették, amit tudtak igazából, nem is nagyon maradt 100 pénz, mondjuk igen, mindent megvettek, amit igazából tudtak, úgyhogy meglátjuk, ez mire lesz elég ebben a körben. 20. kör, másik fél időben. És hogy nézzük a Navinak az elhelyezkedését, most viszont egy egyértelmű bátámadást szeretnének indítani, méghozzá házból, apartmanból, és JWB találkozhatna Zeus-szal, így van, kicsit próbálja kiugrasztani Zeus, hátra hibázik JWB, de ezt ő nem követi el, megy is a füst középre, kettő is, a második füst viszont talán kicsit JWB-t zavarhatná meg, nem számít. A Pronexot, három játékost is látott, ki is megy a heg, a füst is. Most már viszont biztos jött az info, és a Navi pedig bajban lehet innentől kezdve. Ha csak idejük még lenne fordítani, de Zeus vissza is ment időközben B-re. És Guardian fog elhullni, így van, JWB által. És igen, ezt látták bizony, azt a micsoda, Starix meghalt! JWB keze által, vagy okája által. Hát bár de viszont már nem tudott megküzdeni, Kusha viszont bosszút állt. Alapmeister befejezi a kör. Az agresszív húzás most nem jött össze. Ugye a második körben is ezzel próbálkozott, nem, a C, tehát a első időben a második kört így nyerte meg a Navi, ugye a CT oldalon. Most nem jött össze az agresszív húzás itt a második félidőben. És egyébként jelzik, hogy nem JWV, hanem JW simán, amit tehát véletlen V-t mondtál végén, még ugye mondtam, dupla V és dupla V-t, ugye. Próbáld a W, tehát nem kell még a V igen, mögé. Igen. De gondolom csak, hogy a szöveg miatt valahogyan össze sikerült ezt hozni. Azért valami, tehát valamikor rendesen itt a kenevét igazából. Egy egyszerű hiba. Köszönjük azért a visszajelzést. Minden kritika úgymond, vagy minden ilyesmi vélemény is azért tényleg számít, hogy tudjunk rajta javítani. Azért hozz nekünk szóval, hogy ne, hogy véletlen még egyszer előforduljon. Nézd meg, mit csinál Edward és Guardian egyébként közben Rókánál. Úgyhogy... Érdekes az autókameránk, tehát ilyen... Hát nem tudom, ugye Enders kamerát nézd, ugye Enders kamerázik. Igen, igen. Tehát az nem autókamera, de... Igen. Enders kamera. Hát... Stelix-nál egyedül CZ és Edwardnál a bomba. Glockokkal. Ők most nem szeretnék gyorsan meghalni, tehát nem mentek semmiféle gyorsrást, esetleg bedromboltak volna valahova, ez nem történt meg, viszont most, amint kimondtam, ezt meg is hazudtolnak, mert most megindult a Navi nagyon erősen, Flusha-ként vissza kell zárni, mert körben rávennek, Zeus-ha meg is ölte, JW fragelt továbbra is, Flusha folytatja, tehát a harmadik frag neki nincs meg, CZ-vel esetleg rámegy Edwardra, meg is van, így van, így viszont három fraggel Flusha zárhatta a kört. Először vezet a... nem először, ugye 1-0-ra vezettek a legelején, de hosszú idő után újra vezet a Fnatic, inkább illene helyes a kifejezés. 22. kör fog elkezdődni, 2 másodpercen belül vásáros kör ismételte, most ha végre van 5 AK, nem ilyen agresszív vásárlás, nem is Echo kör, hanem végre AK-kkal nyert kört a Navi, ha megnyeri természetesen csak akkor, JW nézi AWP-vel közepet, nem talált el senkit. Nézni. Most nézni, ezúttal, hogy a flash miatt nem talált el senkit, egy golyó már is mellélő. JW viszont 74 HP csökkent, talán egy heg is eltalálta, akkor valószínű ott a flash-sel érkezett egy heg is. De nagyon est, ugye kárt nem okoz, még mindig él JW, ez a lényeg, hogy még mindig él. Nem HP-re játszik ezt a játékot, hiszen 74 HP-val is ölhet 3 embert 4 ott rankeren az AWP-vel. Középen gyülekezett fel most terrorista mozgalom úgymond, tehát mind az 5 terrorista benn van középen. Kis középről jönnek hamarosan, és a bojlászabába tör ki egy játékos, nincs ott JW. A gránát nagyon szép, 47 HP-ra csökken le Zeus, 79-re pedig Guardian. JW 70 HP-val, 74-jel mellélő, igazából eltalálta az embert, nem tudta megölni. 3 HP-n Zeus, meg is hal, Guardian követi őt. Olofmeister megint, aki duplázított és B-re fordítanak most a Navi játékosai. Hallja is, hogy a JW viszont ennyi HP-val nem hiszem, hogy tud itt most bármit tenni, tud várni a kéne csapattárs, hogy a tekercseken van egy ember, ki fog rá most nézni, nem néz ki rá, bemegy 6-oshoz szízd, és lehet, hogy itt most JW kerül egy helyzetbe, megválja a csapattárs, nagyon szépen nem megy be egyedül, megpróbál szépen csapatmunkára építeni, hogy mindenki átérjen, együtt tudjanak bemenni mind a négyen. Még mind nem értek át egyébként csak a társai, most jönnek majd szépen, hogy a gyújtógránát egyébként talán a hármas mögé, itt van, látjuk a lángokat, Starix közben, aki kettőt fejest lő, a harmadik nem jön neki össze, JW majd megöli Seedet is egyedül, egyetlen ember van már csak banánban, aki nem más, mint Edward. Az igazság, hogy JWV valamivel jobb pozícióban lehetne, hiszen neki csak egy golyó, viszont ideje már nincsen leszedni, Edward megoldotta a
fékre nem dölt be. Meg is hal, meg is halhat. Bele is halhat, így van, hogy elvesztettek egy AWP-t, és a Kört is a Fnatic csapata. Edward pedig nagyon ügyesen lehozta ezt a Kört 1v2-ből. Persze kellett hozzá egy Starix is, aki dupla headshot-tal módosította a 4v3-at. Úgyhogy... újabb fegyveres kört nyert a Navi. Ez látjuk, hogy fegyverekkel azért szoros mérkőzés, ugye szoros köröket láthatunk fegyverekkel, nem csak mérkőzést. 11-11 fejfej mellett megint a két csapat, ismét döntetlen az állás. Ja, kamera jó, az csak megállt rendez, kamerája így van, középen volt. Nézzük CT kezdőt, hogy pontosan hogyan mentek el a játékosok, melyik és hárman mentek egyébként balra, úgyhogy igen, hárman elmentek banánba. Krimzés, Olofmeister nagyon agresszívan, megint elfüstölték, közéként JW5 még egyet ezen kívül, tehát már is dupla fregelést láthattunk a Fnatic-tól. Seized, Edward és Starix, ők hárman maradtak már csak, nekik kéne megnyerni ezt a kört. Most azért kicsit agresszívabbra vették a formát a Fnaticosok, mint láthattuk azért tényleg nem hagyták most az véletlen vére esetleg fordíthassanak a Navi játékos, nem jöttek át egyből ára, nem szépen, még mindig banánban van két játékosok, és most jön be egy játékos, akár meg is ölték őt, meg is ölték Olofmeister, aki lefejezi, hogy Seized-et, így már három embert veszített a Navi, és Krimzet mondjuk például így visszahoz egy kettős ember hátrányos szituációra Edward a helyzetet. 2v4, tehát a bombáért vissza kell akik menni, Edward sétál érte vissza, Starix pedig érkezik, boly lesz szobába, jó a flash, JW-ra, JW-ré sem van a flash-e, tántorítja, tudjuk, hogy megölje az embert. 1v4, Edward egyedül, AK-47-essel, bombával, JW-ra néz éppen egy rókából, ugye a kútból, átjáróból, underpassből, hívhatjuk mindennek igazából. És Olofmeisterre fog mindjárt találkozni, ott van benn boltívek alatt, folyosón. Úgymond. És bement kocsi mögé, de Edward megy előre, Olofmeister, ott van fal mögött, és Edward elől legugol, és ezzel átfej igazából Edwardot, Edward ugye fejre próbált célozni, és próbált úgy, mint egy álló embernek a fejére célozni, de nem állt, hanem ugye gugolt, és így könnyen előnybe került Olofmeister, és meg is volt előtt. Az adókapokból végül azért csak a Fnatic jön ki jobban. Érdekes, hogy megint nagyon hamar elhullottak, tehát ezek a korai entrék azok, amik eldönthetik a kör. És megint ugye egy pisztoly kör, tehát Echo kör Navitól, semmit nem vásároltak, gyűjtenek következő körökre. Nyertem, buktam kör van, és ott van, Flusha beindul, megvan a második, harmadik frag is! Pronex kisegíti barátját, de egy gyors hármassal kezdi a kört a Fnatic, és ott lett még a negyedik frag is Flushának. Helyette viszont GW fejezi be a kört, nem, bocsánat, Pronex volt, aki befejezte, csak már ugrott rá egyébként a CZ-vel, és így reménykedtem benne, hogy talán ő szerzi meg a mindent eldöntő freget, de nem. Mivel kapcsolatban volt egy szavazás? Volt egy szavazás, azt néztem, hogy mivel kapcsolatban volt vajon, de akkor nem tudjuk, hogy pontosan mivel kapcsolatban volt. Csak láttam, hogy 80 zöld és 2 piros, valaki nem akart ezek szerint nagyon a szavazásra rámenni, lehet, hogy megoldott a probléma, nem kell szünetet kérni, egyik csapatnak se. Kettő kör most már immár az a differencia, amiben még a Fnatic nem vezetett a másik fél időben. Tehát két kör, négy különbség nem volt, és lehet meg lesz a harmadik különbség, a harmadic körre most Fnaticnak egy húzamba, lehet 11-14-re tud most így feljönni a Fnatic. JW most lement a alsóházba, és ott nézi szépen. Sikátort, hogyha jön be onnan valaki, Starix lesz neki majd, aki onnan fog majd talán bejönni Galillal. Már ugye ember hátrányban vannak a Navi játékos, ugyanis Edward elő meghalt banánba. Pronax néz ki először, és meg is hal. Visszamegyünk egyelőre tehát. Akkor ezek szerint is meghal, JW is meg is hal. Nem! Időben vissza tud még menni, és a CZ-vel egyből válaszol. Ott volt a bosszú Pronax haláláért. Starix nagyon szerette volna még megszerezni JW Dökcidőre, de ez nem történt meg, Zeus viszont helyette megölte őt, és egyből jött a dupla revanzs. Olofmeister és Fush a személyében, Guardian hullott el egyébként, Seize maradt egyedül. És mit tud tenni 1v3-ban? 14. körhöz érkezett a Fnatic, a svéd csapat. Hát, érdekes, a bombát is látják, ugye Fush a nézi. Nagyon jó pick Seize-től, viszont érkezik Krimz is, kettőjükkel meg tudnak küzdeni, egyelőre megvan neki Flusha, de Krimz már nem. 11-14, így most az Fnaticnak. Echo kör, lehet megveszik ugye bár már 14. körnél van a Fnatic, nem veszik meg, nem, inkább megpróbálnak egy 11-ről egy comebacket, hogy 15-15-re és overtime-ban dőhetne a meccs. Egyelőre úgy néz ki tehát, hogy a Fnatic a saját pályáját megnyeri. Ugye ők választottak, csak megveszik végül egyébként, cserégetnek itt van, egy AK-t dobálnak.
CZ-k most veszik meg, most vették meg a fegyvereket, egy Deagle, két AK, két CZ, tehát végül csak megvette a Navi, ugye nem hagyja azt, hogy 15 körre feljön a Fnatic, lehet most egész az eredményjelzőt, hoppá 14 körnél van már a Fnatic, vagy úgyhogy ilyet én későn vásároltak. Nem akarják elkapkodni ezt a kört ezek szerint. Szépen türelmesen. Lassú kört, passzív kört láthatunk majd. És megpróbálnak a végén egy ilyen 20 másodpercet nem való betörni. Seize, aki először az AK-ból golyót lő ki, úgymond, golyót szor banánba. És ha jól látom, kis középen van három játékos is. Starix a bombával, Edward, illetve valaki most, de valaki visszajött, nem ment fel, szóval fölment házra, aztán visszajött Starix. Hát három kis középen van, egy van T apartmanban, egy pedig T rámpán, abszolút tényleg kivár maximálisan most a Navi játékosa. Vagy a Navi csapata, Navi játékosai kivárnak. Minden egyes kör ugye rendkívül fontos, főleg itt azért itt egy map vereség is, akár végzetes lehet, most igen, ez valóban a Fnaticnak a mapja, tehát ebből a szempontból még a Navinak nem kell nagyon izgulni, viszont ott Fluss-e találkozhat először Edwarddal, lássuk mi lesz itt most két AK-t, Deagle két CZ-vel, itt tudták kezdeni a Navi, aztán vissza is Edwardra, már számítal a kérkezés, érkezett a Hag, ütelte is őket nem kicsit nagyon, és a gyújtógránátba elpusztul szó szerint Starix, és Edward is elhullott a Lockmeister kez által, szintúgy, és egy kis lag, gyönyörű volt, megint elment a gyújtógránát Fluss-a, és Seize cseréltek, Fragget megtörtént. Guardian nagyon hitelődik megint abban a tűzben. Le fogják tenni viszont a bombát. Már pedig letette Guardian. Seize egyedül 1v4-ben. Mit tud tenni clutch helyzetben? Megvan neki egyelőre Fluss-a. Még egy fed, de nincsen. Nincs meg a harmadik. A negyedik meg már aztán főleg nem. JW pedig leszedi. Hatástalanítja azt a bombát. Úgyhogy 15. köréhez érkezett Fnatic és matchponthoz. Így van, matchpoint szituáció tehát, 5 AK, szemben pedig, egy túloldalon pedig 3M4A1, egy AK, illetve egy AVP. Lehet, hogy az utolsó kör, az megvédhetek menni az AK-kat, de ránézze a gránátoknak a listájára, igazából Zeus-nál semmi, Starix-nál semmi, Edward-nál semmi. A gránátok szempontjából elég kevéssel rendelkezik a Navi, és úgy néz ki, hogy banán támadás, emiatt pont, hogy nincs elég gránát ára, nem tudták volna elfüstölni se, ugye elküldőr se pedig egyszerre könyv, tehát hogyha muszáj ott nekik bejönni, most B-re jön is be az offenzíva, a Luftmeister már is 30 HP-n és a gyújtó gránát zseniális, kettő ember már temetőbe, a harmadik, ez tudta viszont Krémz a CT-től esik el. Seize megöl. Tehát őt Olof Meister mind itt van benne hármasnál, és minden vannak a patkónál a játékosok. Season patkónál, egyébként Guardian kocsma mellett, illetve Edward pedig most jön be banánból. Mind a három nem játékos. Nézik a kerülőt. Kerülőket viszont egyáltalán nem nézi a Navi. Ebből viszont problémát nézik JW. Ott duplán fragellett, ne, meg is van neki! Ó, egy harmadik is! Guardian. Azt a! A CZ-vel még a harmadik de is meg lehet neki. Ja igen, a CZ 6 HP-n volt, tehát igen, épp hogy rá lehet azzal a CZ-vel, tehát nem is